tetszik, hogy kurva meleg van, és alapra van húzva a gáz, tehát ez egy ground idle-re, akkor hintázik az alapjárat a hajtóművek fölött. Mm-hmm. Igen. Hidegben nem, ez tök jó. Hidegben nem, igen. Minusz 6 fok van, azt hiszem. De a szőnyegen ott az meg folyamatosan. Igen. Hát szegény, azért azt a hajtóművet és védek nem értem a szőnyegre tervezték. De bazdmeg nem az, hanem hogy ez meg van csinálva, érted? Tehát, hogy igen. Mi a... Hát meg az is, hogy lekövünk. Nem, egyébként ezek a modulok sokkal realisztikusabbak, mint amennyit kinézzünk belőlük. Pláne amit az ED meg a Heat Blur csinál, meg a belszintek. Hát a Harriernél is vannak ilyen... ...izé dolgok. Vicces volt. Az a izé könyv, amit a mehának... Tudod, meha kapott kutter. Harrieres. Igen? Abban van ilyen, hogy... Ért ugye öbölháború, januárban mentek bevetésre, és ez valami, volt olyan dolog, ahogy tehát nem mertek hogy hívják el felszállni, akármilyen payloaddal, mert meg kellett várni, hogy hidegebb legyen. Január. Csá, Monkey. Zoli, megvárjálak, vagy menjek a faszba? Leva. Menj a faszba, de megvárhat. Megvárlak, a faszba. Te is faszba keresel? Itt a beszélgetésünk, oké? Hogy azt mondja, hogy mit, hogy volt a izé? Várjál. Én hackeltem természetesen, úgyhogy ez nem megy csak úgy, hogy... Taktén, ugye? És utána beírom a számokat. Megnyomsz egy, nem? Vagy mit akarsz most? Visszarakni a waypointot, mert ugye az előbb sikeresen kifagyott a picsába az egész. Ja, hogy waypointot akarsz egyet rakni be magadnak. Yep. Reflola input. Reflola input. Nem takt volt? Nem. Jó, mondok okay. Neked koordinát. Igen. 39, 20, 56 44, 35, 11 megnyomod, hogy B valami. Várja, nem jól, elbasztam valamit. Azt, hogy Wiggenbe ültél. Igen. Jó. 38 39-el kezdődik. Igen, 39, igen. 20, 58 44, 35, 11. Igen. Megnyomod, hogy B valami. Uh-huh. Utána átrak a takt inputba, megnyomod a 9-est, utána megnyomod ugyanazt a waypointot. Jó. És ebből elmettelek, hogyha most visszarakod az int-outra, és megnyomod azt a waypointot, akkor elmettelek ez már nem BX lesz, hanem MX. BMX. Hát most földön vagyok, úgyhogy szerintem nem fog átváltani arra. Át kéne. Akkor bassza meg a kurva anyja. Elesem van. Szóval azt írtam ide, hogy... Nem fog átváltani, amíg nem nyomsz ilyes ideje. Nem mi? Hát mire váltana át? Vagy miért váltana át? A BX-ről MX-re, mert target pointot csinálta. Igen, csak hogy még a földön vagyok, tehát még egyelőre sem. Takt input nem, BX, és akkor aktposba kell rakni, és csak aztán válasz ki a BX-et, és utána lesz jó. Aktposba rakjad. Outra. És akkor... Igen. Utána megnyomod a BX-et, akkor elméletileg jó lesz most. Most jó, most M3. Ugye, okay. Ugye? Ha? Jó, akkor aktposz nem volt jó. Így van, és akkor BK9-hez ugye a takt inputnál ez megvan. Programozhatod a takt inputtal a Mjolniredet, hogy long area, wide area vagy compact area. Én a helyedben a compact area-ra állítanám, mert egy nagyjából gombócban vannak a dolgok, úgyhogy azt kell beírjad a takt inputba, hogy 923, meg 3-0, és a LSQ-va. Figyelj már, a 92-2 az a wide area, ugye? Igen, az 1000 a long area, 92 a prefix a BK90-nek. 1000 a long, 2000 a wide, 3000 a compact. In. Igen, in. Takt input, és akkor csak beírsz 6 számot. 92. Tehát 923, 923, 0-0-0. És LS, LS SQ, az az enter.
a repülési magasságát, azt mivel a BK-90-nek, azt is lehet állítani. Nem tudom, azt nem tudom. 92 valami, de nem emlékszem. Target QF-et ezt nem tudok nektek mondani, ugyanis... De én tudom, 99-0 fél. Oké. 99-0 fél. Ez tökéletes, így az ellenség nem tudja, hogy mennyi. Igen. Jó, hát akkor... Bismillah. Hádnál a izé, slavversi... Tehát mind a kettő szar balra, két kis pöcs balra kell, hogy nézzenek, és kapcsoló. Hát az LD meg a izé. Amúgy ATAK, ANF, QFL beállítás és seri vagy impulz, azt neked kell találni. De az már nem tudom, hogy hogy van a seri impulz, mert változtatták és... Vagy egyet lő, vagy, tehát, vagy mind a kettőt ellői, vagy csak egyet. És a négy van? Hát akkor kétszer kell lőnöd. Aha. A seri az a páros. Tehát a pairs, a másik meg a single. És az impulz a single, aha. Bunch János, hogy fordlok vissza elkapni őket. Jó, van, majd fordlok mögéd. Vizuál egyébként. Ja. Nem volt nehéz. Ja. Na. Viking gyors talpalók brigád. Füzet. Hát ezt én egyszer leültem egy unalmas napon, az összes létező kurva tutoriált végignéztem, ugye egyesével, és nagyjából magamnak írtam egy kaptafát füzetbe, és akkor csak elő kell venni egy füzetet, és akkor nagyjából úgy bejön belőle, hogy... Mert már túl komplex repülő, hogy ez fejbe nyomjad, tehát ilyeneket nem adod neki fejbe tartani, legalábbis szerintem kár. De a legviccesebb az logika. A legviccesebb az meg az a világító bombának a loftal oldása, azon beszarsz a bazd. Az nagyon meredek. Na és kurva jól működik. Olyan precízen lehet ezzel lobba bombázni, mint az állat. Olyanokat meg lehet neki adni, hogy balra, jobbra vagy a célra essen. Ilyenek. Ja, itt ott dekkoltál, azt hittem felszálltál. Ja, mondjuk Viggennel vagy nem nagyon tudsz hova menni, ha felszállsz. Mire visszavennéd a gázt, addigra már a cél terület fölött vagy. Igen. De hátra tolattam neked. Wow. Egy élmény. Mehet? Ja, hallom. Oké. 960 tas, Bucsi. Na, ezek voltam foglalkozni. Jajaj, az még írja. Hely. 29-en lassan az egyik legrealisztikusabb modellbe az meg, hogyha megcsinálnának ilyeneket, hogy a lézer nem mér 200 km-re és társai. Vaj, nem jók voltunk. Miért? Szaki bekapta a holdat is. Azt mondta, hogy 20 km-re van. Nem, annyit nem az ott, 20 meg egy picit. Karácsony fele. Basszásak neki, Bunch. Tőlem? Nekem van kerom. Akkor olyan 78-an fok között? Igen. Vigent létel ellen, hogy mi az, hogy hívják ezt
Vagy 50 méter fölött. Életidegen a Vigent. Eléggé. Miért nem látom őket? Nem van. Hát, mert nem vagyunk magasok. Nem trélelünk. Na, de ez egy loop down, shut down. Magic radar féljél. Na egyébként a miénknek annyira nem volt azért problémája a lockdown-nak. Hát amelyiknek. Hát még jó, oké. De a beszabályozás után már együtt neki. 25 kiló, 200 méter van. Már gondolom. Én mögéjük kerülni próbálok. Ups. Nem zavarom, csináltak a dolgotokat. Az R60 se fog zavarni. 73-ason nem gyilkolok. Elfivel gyakorlok, nem gyilkolást. Le akarnak ülni, ma nem élnek. Hát ez mondjuk igaz. Öt kiló az egyik. Igen. A 150-ös? 300. Akkor az a másik. Na látod, gondolatta megoldottak. Honnan tudom, mikor lőhetek? Nem tudom. 10 kiló, és villog a hát. Bazd meg, hol volt, hogy milyen távra van a következő waypoint? Az M betű alatt. És hát az alatt. A waypoint jelző ja, alatt. Ja, a kilométer látom, oké. Fiat, hogy kilométer legyen, a svéd mérföld. Miért a svéd mérföld? 10 kilométer. 10 kilométer, pontosan. Read the manual. Ez egy svéd mérföld, ez 10 kilométer. Igen. Aha. Safe release. Te oldottál, Kutter? Aha. Én is. Azt meg én láttam. Na, nézzük, hogy mi lesz belőle. Ups. Nálam a pici lag volt. Ahogy. Hát az a teremtette a dolgot. Azt a fúrot. Ez szép volt. Akkor most még egyet. Jössz utána nem lefti? Majd igen. Oké. Okay. Hát ezt elbaszta. Teljesen máshova dobta. Oda megy, ahova az aktuális waypointot ki van választva. Igen, tudom. Rosszat diktáltam vagy nem? Hát nem, tehát jónak jót diktáltam, mert F10 mapon ráraktam a közepére az egyik csoportnak. Most mit tudom én melyiknek. Azt hiszem a délnyugatinak. Ez a 8 millió erdő, ezt tetszik. Ebben nekem egy tonnám van. Csatra jól nézett ki, ez biztos. Figyelj, megfordulok a másik irányból, mert adnom biztos, hogy azért van. Másik irányból, meg a másik irányba fognak szállósni a kis bombletek, és hát ha esetleg szétlő valamit. Na? Náltak is azon, hogyha bezumoltak, eltűnik az erdő. Nem, nekem ott van minden. Nem. Yes. Nyertél? Day cheatings. Aja, egyébként az. Ah, Kutter irányt. Milyen irányt? Elvesztettelek, előbbik óta. Ez volt a dolga. Pont szerencsét van, szerencsém van, mert mögötted ide vagyok. Jó, nagyon közel vagyok, nem jó. Igen, már hallom, hogy mit kérsz. Wow! Hú, néztem, hogy mondom, azt komolyan gondolod? Nem oda néztem a lokátor ernyőre. Előttünk valami target. Az a fele mész, Zoli? Nem, csak túl közel mentem. Túl közel fordultam vissza. Kell egy kis távolságot szereznem. Ha megnézem, hogy mit csinál a Kutternek a cumója, aztán akkor megyek haza buncsit. Jó, követek, nem, mert... hogy jó ezt tudok erőzött két szembe eljött a Viggen mögötte kékkel. Aha. Ez jó. Hát magasról nézem, hogy lássak is valamit.
lehet, hogy nem fog elrepülni odáig. Na, hát akkor nem fogy csekek. Mi a célja, arra nem jövök még rá. Na, felrobbantam. Nem, csak az a szar helyen. Igen, látom. Pedig az egy jó helyre mutatott. Ja, menjünk át valósba. Ez a svéd pikl. Svéd pikl, azaz. Hát ahogy a sok szobban mondták, pikl-fakel. Szerintem az egyik az meg bele is csapódott a földbe. Nem, ez is mellé ment. Valami probléma van egyébként a DJ-nek a koordinátor rendszerével, azt tudom. Ja, szar. Tehát, hogy valamiért nem működik az, amit F10-en nézel. Valamiért nem annyi. Jó. Ja, plusz hát látható. Ahogy hívják? Hogy hívjákatok az ilyen eseteknek a pontotlansága, gyerekek? Tehát, nekem az nulla. De azt hogy csinálod? Hát úgy, hogy az folyamatosan update-eli magát, hogyha nincs kikapcsolva. Uh-huh. Mi bű? A domborzat elevation data-ból. Lol. Igen, ez egy elég agyfasz rendszer, tehát az Elevation Data-ból update-eli saját magát, és pontosítja a saját ilyenesét. Ezért van rajta tengermód, mert ott ugye ezt nem mert ott ugye meg se próbálja. Mert ott is van Elevation, hogyha kicsit egy beres hullám jön. Kurva, egy információ. Hát figyelj, a cunami is izé. Visszavettem picikét, mert 600. Hány kilóra vagytok? 25. Akkor itt vagytok valahol mellette. Szorok infrát, 2000-en vagyunk. Ja. 5 kilométer tőled 130 irányba. Az nekem hány fog? 130. Tőled 130 az azt jelenti, jó, hogy... Igen, egy 2-3 órán kötnek. Igen. Ah, itt vagytok fölöttem benne. Mi ereszkedünk 500-ra. Most, hogy a kutter följön. Szédítő magasságú mondja. De jól néz ki. Majd itt befordul. Már nem merem húzni nekem, mert szétszakadod. 800 ilyes csak egy új viszonyod. Nem faktor. Jó, meg hallod lesz a izé. Most nem emlékszem fel. Ja, megtalálni ezt a kurva gombot, az a művészet. Igen. Valós. Megdolgoztassuk a Wiggen? Tövön. Akkor várjál. Mennyit van még? Most mondta az 1500. Kár össze-vissza az a gépben, nem? Break now, Chester! Fox 2. Én nem szükségét vigálok. Akkor jót választottam. Igen. Pont fölé jövök be, break. Róka kapta fika. De már lett belőle videót, tetszenek úgy. Még pompázsolni is a pompázsolt ajtóm, úgyhogy nagy baj nem lehetett. Na szevasz, Kutter. Jó, ilyet nem tudom. Hol arról az irányról szállunk le, onnan most te vagy? Vagy mi? Hát jaj, itt a park fölött, tehát amerő felszállt arra szállt. Az értem így, hogy megtartsam fire. Oké, már nekem itt other stuff dolgok van leszállásra. Fogyasztás? AFK, hogy ilyen szarok.
meg le kéne lassulni. Ó. In the first place. 29-5, tell me about it. Nem ér én ilyeneket, nem tudok, baszki. Éppen, hogy tehát halott szembefordultál velem ez alatt a izé alatt. Kör alatt. Beszarsz. Megnap igen is esetleg fogom így szarni magát, hogy inkább lerakom. Valaki elmondani, hogy miért baszorodott el a orrafutó gumim? Halálfinom a szálltama. Nem tudom. Én lehet, hogy fennmaradok a pályán arra száma, hogy bal oldalán vagyok, meg bal oldalán van ronty, és arra figyelj. Szerintem addig háromszor megállok. Ó, oh, bocs, igen. Nem. De, és még vissza is tolak. Igen. Akkor jövök szemből, teszteljük a dolgot, jó? Én szerintem Dragon ki tudok menni, de legkésőbb Charlie. Egy Charlie 29-es is megvan. Szégyen lenne. Bravon egyébként át, nagyon elejére rakod, akkor leszel. Na, re. Vége van már repülésnek. Nem, most szálltunk le egy kört. Mi? Azt várod? De jaj, gondoltam, akkor bejövök. Nem kapcsolunk Falkert, nem üzével. Megcsináltam? Bazd meg! Meg! Te hülye vagy! Viszlát! Remélem ezt fölvetted, Benti. Nem. Figyeld! Az Zolit vettem föl, de az jobb volt. I wonder if you know how they live in Tokyo. Szóval, mi történt? Fast and Furious! Nem, mindegy, mert nálam konkrétan az történt, hogy befaroltam Bravo elé. Aztán megláttam az utolsó pillanatban, hogy befarolsz, és én is befaroltam csak a másik irányba, és toltam egy 360-as piruettet. Leginkább ilyet utoljára Tony Hawk-ba láttam arra. Körülbelül. De te egyébként jöttél utánam leszállni kötelékbe? De így nagyon-nagyon picit utánad.